Először is miért kell beszélni a gyermekeknek a könyveken keresztül is a háborúról? És a kérdésfeltevés eleve irányított, mert feltételezi, hogy nem csak lehet, hanem kell beszélni. Kell beszélni nekik erről a témáról azért, mert ugyanabban a valóságban élnek, mint mi. És hallanak róla, szakadozottan is foszlányokban érzékelik a mi feszültségeinket. Nem lehet úgy csinálni, mintha nem az ő világok lenne az, amikben a háborúk zajlanak. Kell beszélni róla, mert a kommunikáció segíti a megértést. A felnőttel és az egymással való kommunikáció, a szülővel, a pedagógussal való kommunikáció. Kell beszélni róla, mert a beszéd maga csökkenti a szorongást, a kibeszélés mindkét oldalról. Kell beszélni róla, mert ezek a könyvek segítik azt, hogy megértsék a háború természetét, növelik a üldözöttekkel való empátiát, toleranciát, ami megint csak elsődleges szempont. És kell beszélni róla, mert azt gondolom, hogy ezeknek a folyamatoknak az ismerete már kisgyermekkorban védekezést ad a hatalmi manipulációval szemben. Hiszen ők a jövő szavazói, ők a jövő katonái, közük van hozzá. Közelebb lépve a témánkhoz, azok a könyvek, amikről itt szó van, a segítőkönyvek csoportjába tartoznak, ami eleve azt jelenti, hogy nem pusztán szórakoztató és esztétikai funkciójuk van, hanem a társadalmi felelősségvállalás körébe tartoznak, tulajdonképpen non-fiction könyvekről van szó, tehát az értelmezésükben az esztétikain túl erős a pedagógiai szempont is. Amikor gyerekeknek beszélünk erről a témáról, általánosan elmondható, hogy a háború kapcsán egy külső nézőpont érvényesül, abban az értelemben, nem abban az értelemben, hogy nincsenek benne az események epicentrumában, hanem abban az értelemben, hogy passzív elszenvedői többnyire mindannak, ami történik. A másik jellegzetesség, hogy az a beszédmód, ami a gyermekkönyvekben ezzel a témával kapcsolatban megvalósul, jellemzően nem tényszerű, nem analitikus, nem kronológikus, nem feltétlenül az okozati összefüggésekre koncentrál, hanem sokkal inkább szubjektív és emocionális megközelítés, ami sok esetben, majd látni fogjuk, a háború okozta metamorfózisra, változásra koncentrál, arra a szegmensre, ami egy gyermek számára is átélhető és megfogható. További általános jellemző a kortárs gyermekkönyvek ismeretében, hogy nem jellemző, hogy a nemzeti szempont érvényesülne, sokkal inkább egy egyetemes szempontrendszer és értékrend mentén tárgyalják ezeket a témákat ezek a gyerekek, ezek a könyvek. Szemben a hatalmi retorikával funkciójuk nem a hős teremtés, a hős alkotás, hanem sokkal inkább a érzelmi feszültség oldása, és társadalmi szinten pedig a kollektív emlékezet fenntartása. Hogy még közelebb lépjünk a témánkhoz, képeskönyvekről fogok beszélni. Habár a címben nem véletlenül nem gyermekkönyv illusztrációt jelöltem meg témaként, hanem képeskönyveket. Ugyanis olyan könyvekről van szó, amelyek sok esetben a felnőttek számára is tanulságos és izgalmas esztétikai kalandot ígér. Nehéz egy bizonyos ponton szétválasztani a gyermek-ifjúsági és felnőtt képeskönyveket. A képeskönyvek szakirodalma, különösen a befogadástörténetet vizsgáló Evelyn Erice, kognitív, esztétikai és emocionális szinteket különböztet meg a gyermekkönyveknél, ami azt jelenti, lefordítva köznyelvre, hogy első szinten azonosítja, amit lát, második szinten az esztétikai eszközök segítik a érzelmi feldolgozását a látványnak, ami tulajdonképpen a fő csatorna ezeknek a könyveknek az is értelmezésénél. A funkciója a képeknek. A képeknek, amik sokkal konkrétabbak, felkavaróbbak, talán ezért félelmetesebbek is a szülők és pedagógusok számára. A képek egyrészt jelentik a beavatást, megmutatását, felmutatását annak a másik világnak, ami a háború. Jelentik az emlékezés lehetőségét mindazoknak, akik részesei voltak ezeknek az eseményeknek. És ami talán a legfontosabb, hogy ezek a könyvek, legyenek azok irodalmi vagy képes alkotások, lehetőséget teremtenek a
háborús eseményekről való beszédre. Beszédre bújtogatnak. És ami még nagyon fontos, hogy a képeskönyvek, amikor a gyerek azt egyedül nézegetheti, lehetőséget adnak a befogadás személyes hangsúlyainak megteremtésére. Arra, hogy ott álljon meg, ott időzzön el hosszabban, szemben egy filmmel, ahol ő azt szükségesnek tartja. Milyen szintjei vannak ennek a képi elbeszélésnek? Nem fogok ebbe mélyebben belemenni, de nyilván ott vannak a gyerekrajzok, az elsődleges, a feldolgozás elsődleges monumentumai vizuálisan. És tegyük azt is hozzá, hogy a populáris gyermekkultúrában, különösen az ifjúsági kultúrában nagyon erős a háború, mint élmény, egy posztapokaliptikus, utopisztikus világ felvázolása. Nagyon sok ifjúsági filmnek a kiinduló pontja ez, amit én itt mutatok, a magyarul Kalandra fel címen vetített rajzfilmsorozat, aminek a sztoriához nagyon erősen hozzátartozik azt, hogy a hősök egy posztapokaliptikus világban élnek. És fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ahogy a gyermekirodalmat sem lehet és szabad leválasztani a szép irodalomról, úgy a gyermekkönyv illusztrációt sem szabad és lehet leválasztani a mindenkori képzőművészeti eszköztárról. Mögötte van tehát több évszázad képalkotói gyakorlata, ami a háborúról szól. Nem fogok én itt most művészettörténeti példákat hozni, de két végletet hadd mutassak meg. Az egyik Albrecht Adolfernek az a festménye, ami olyan módon ábrázolja a háborút, ahogy ez sok évszázadon keresztül jellemző volt. A hadtestek vizuálisan érdekes mozgásaként felülnézetben. Ez a hatalom szempontjából ábrázolt háború. A másik viszont egy tiltott kép, a maga idejében is hatalmas indulatokat kevert kép, Otto Dix triptihonja, aki 4 éven keresztül volt tüzér az első világháború aknamezőin, és ezeket az élményeket festette meg, ez egy belső nézőpont. A kortárs gyermekkönyv kínálatban, képeskönyv kínálatban, különösen Nyugat-Európában rendkívül erős ennek a tematikának a jelenléte. Nagyon sok árnyalatban gazdag, vannak vizuálisan indiferens művek és vizuálisan különösen izgalmas művek, nyilván én az utóbbiakra fogok koncentrálni. A hazai piac, mint minden egyéb tekintetben is, ezen a téren elmaradott, bár most már vannak fecskék, amikre majd az előadásban is külön kitérek. Tipológia. Az ide kapcsolódó könyvek egyik csoportja konkrét történeti eseményekhez kapcsolódik, például a holokauszthoz. Ezek elsődleges funkciója a kollektív emlékezet fönntartása. Én ezekről most nem fogok beszélni. A másik részük olyan kötet, képeskönyv, ami a jelenben zajló háborúkhoz kapcsolódó feldolgozás, többnyire szíriai, iraki konfliktusokhoz kapcsolódó gyermekkönyv. Ezek egyrészt az ezen eseményeket átélő gyerekek traumafeldolgozását segítik, másrészt pedig az őket befogadó, vagy velük találkozó gyerekek érzékenyítését segítik. Az ukrán háborúról még nem ismerek ilyen típusú könyvet. Bocsánat, itt egy szót. A Ketman Aleppo az egy konkrét megtörtént sztorit mesél el, ami az ostromlott Aleppóban egy bácsi története, aki macskákat gyűjtött maga köré. A másik kötet pedig a The Librarian of Basra, az pedig egy könyvtáros nőről szól, aki szintén a szíriai háborúban áll ki a kultúra értékei mellett. És külön érdekes a Tomorrow című kötet, amit egy szír szerző írt, és kifejezetten kisgyerekeknek szánt, tehát ugye ebben a műfajban ez elég ritka, hogy ilyen 5-6 éves kortól is kézbe adható, és nagyon érdekes volt a vele kapcsolatban olvasott interjúkat böngészni, elmondta, hogy a menekült gyerekek között forgott sokat ezzel a könyvvel, beszéltek róla, és számomra az egyik legdöbbenetesebb az a mondat volt, amit egy kisfiútól hallott, hogy kérlek, ne olvasd el, nem akarok emlékezni. Ezek a könyvek mégiscsak arra valók, hogy valamiképpen segítsék földolgozni ezeket a traumákat. A harmadik nagy típus a nyugat-európai kínálatban, nyugat-európai Egyesült Államok beli kínálatban a menekült kérdéssel foglalkozó könyvek,
ami szinte már külön típust, csoportot alkotnak a háborús könyveken belül. Illetve vannak olyan kiadványok, amik inkább a társadalmi összefüggéseit igyekeznek fölvázolni ennek a kérdéskörnek. Szerencsére is kivételesen Magyarországon is megjelent az itt látható könyvsorozat a HVG jóvoltából 2018 körül, és látható, hogy sok egyéb társadalmi válsághelyzeten kívül a háború kérdéskörét is elemzi. További típusa ezeknek a könyveknek azok a kötetek, amelyek az agresszorok, a katonák, a hatalmasok oldaláról mesélik ezt a történetet, ezekről majd még külön szó lesz. És talán számunkra az egyik legfontosabb, és művészeti szempontból a legtöbb értéket hordozó művek azok, amik a háború egyetemes természetéről beszélnek, anélkül, hogy bármi módon is konkretizálnák azt. A stiláris irányokat csak nagyon röviden vázolnám föl, hiszen az külön elemzést tárgya lehetne. Vannak olyan kötetek, mint mondjuk Roberto Innocenti művei, aki különösen sokat foglalkozik a témával, az olasz fasizmus tárgyával, amelyek kifejezetten filmszerűen realisztikusak. Ez például az itt ábrázolt kép egy olyan, aminek megvan a fotó előképe is a II. Világháborúban. Van az a fajta beszédmód, ami úgy próbálja emészthetővé tenni a látványt, hogy rajzilag könnyed stílusban beszéli el. Jacques Goldsteinnak a könyve II. Világháborús katonák története, de látható, hogy ilyen karikaturisztikus stílusban. Ami a legáltalánosabb, az a stilizálás, esztétizálás, dekorativizálás eszköztára, amire itt egy példát mutatok, de számosat fogunk még látni az előadások során. Ez mind olyan eszköz vizuálisan, ami segít elemelni a háborút a konkrét érzéki jelenvalóságtól, és segíti a földolgozást. A hősök. Kiket állítanak középpontba ezek a hősök? Legtöbb esetben gyerekek a főhősök. Ismerünk állatalakosakat, és sok szó esik majd arról a könyvről, amiben három képzeletbeli szereplő van. Egy fénylény, egy lufi kutya, és egy papírrepülő. Ez egy ukrán könyv. Pár mondatot hadd mutassak az állatalakosakról, mert aztán ezekről lesz kevesebb szó. Rögtön itt van egy orosz könyv, Nikolaj Popov, White, angolul White címmel megjelent könyve, ami a békák és egerek harcát mutatja be, azt a folyamatot, amiben egy totálisan értelmetlen ok miatt feszül egymásnak a békák és egerek serege. A menekült kérdés csodálatos rajzi feldolgozása a japán származású Perúban élő Issa Watanabe könyve, amiben állatok, különböző, a föld különböző részein álló élő állatok vonulását mutatja be, az ő végeláthatatlan menekülésüket. És állatok állnak annak a könyvnek a középpontjában is, ami a hatalomra törő, fékezhetetlen hatalomvágyat úgy ábrázolja, hogy egy tigris történetét meséli el, aki egy reggel úgy ébred föl, hogy ő király akar lenni, és mindenkit a hatalma alá gyűr. A nézőpontok. Hiszen ennél a műfajnál ez különösen fontos, hogy ki meséli el a történetet. Körbeadtam azt a könyvet, ami számomra különösen erős alkotásnak tűnik, és a idei bolonyai gyermekkönyvvásárnak ő kapta a fődíját, egy kanadai könyv, a Bologna Ragazzi fődíjasa, aminek a főhőse egy 30-as éveiben járó asszony, aki a gyermekkorára emlékszik vissza. Ebben a könyvben különösen szép narratív vonulat az álom, mert az a kislány, aki a háború szintéren él, úgy próbál menekülni a rettenetes élményektől, hogy újra és újra álomba ringatja magát, miközben az egész visszaemlékezés alapja is az álom. Nagyon sok könyv, sőt a legtöbb könyv középpontjában maga a megélő gyermek áll, aki átéli a háború rettenetét. Nemrég jelent meg magyarul a Csimota jóvoltából,
annak a könyvkiadónak a jóvoltából, ami egyfajta missziót hajt végre Magyarországon az ilyen típusú társadalmilag érzékeny gyerekkönyveknél, Rebecca Kopp, amikor eljött a háború című kötete. És szintén gyereknézőpontból meséli el a menekültek történetét, ez a szíriai könyv, később még majd visszatérünk rá. A gyereknézőpont hát borzongató élességgel érvényesül ebben a könyvben, ami szintén a közel-keleti válság ihletésére jött létre, és aminek a szerzői egy olyan kisfiút állítanak a középpontban, aki a háborúban megsérült, elvesztette az egyik lábát, és folyamatosan háborút játszik otthon, és nem bír szabadulni ettől az élménytől. Nagyon eredetiek és erősek ezek a rajzok, ezzel a kicsit gyerekrajzszerű vonalrajzzal, ezzel a nagyon leegyszerűsített perspektívával, és a visszafogott színezéssel. És természetesen a menekült könyveknek rendszeresen a középpontjában a gyerekek nézőpontja áll. Ők azok, akik elmesélik azt a vándorutat, amit végigjárnak egyik kultúrából a másikba, egyik életből a másikba. Ezek közül nagyon szép Kate Milner, My Name is Not Refugee című könyve, amiben egyes szám első személyében beszél egy kisfiú arról, hogy milyen nehéz megszoknia az új kultúrát. Segíti tulajdonképpen a társait is abban, hogy megértsék, hogy milyen nehézségeken esik át, hiszen új játékokkal kell megbarátkoznia, új ételekkel, új ízekkel, nem érti a nyelvet, tehát végigmegy mindazon stádiumokon, ami a szocializáció része. Ez azok számára is nagyon hasznos lehet, akik befogadnak ilyen gyerekeket, és ahogy hallom például nálunk is egyre több iskolás mesél róla, hogy ukrán pajtásaik jelentek meg az iskolába, akik sokszor a nyelvet egyáltalán nem beszélik. A nézőpontok között szintén gyermek, fiatal, felnőtt az elbeszélője, Jane Teller, világhírű Amikor eljön a háború című könyve, ami egy utopisztikus, fiktív, disztópikus nézőpontot vesz föl, bizonyára ezt az hallgatóság egy részeit már ismeri ezt a könyvet, ugye azért zseniális ez a megközelítésmód, mert a közel-keleti háború idején Teller megfordította a nézőpontot, és azt mondta, hogy Nyugat-Európában van háború, és mi menekülünk közel-keletre, és nekünk kell megtanulni az ő kultúrájukat, és nekünk kell hozzájuk igazodni. Külön érdekessége ennek a könyvnek, mint művészi tárgynak, hogy a szerző kérésére útlevélformátumban jelenik meg mindenütt a világon. Ez egy útlevél napló tulajdonképpen. És szintén fiktív nézőpontja van, tulajdonképpen egy ilyen disztópikus, sci-fi jellegű elbeszélés. Sean Tan, ausztrál szerző, joggal világhírű, klasszikussá vált The Arrival című kötete, amit itt most körbe is adok. Ez az egyik legcsodálatosabb képkönyv, ami az elmúlt évtizedekben született. És ennek a főhőse egy felnőtt férfi, aki menekül a hazáját érintő agresszió elől egy új világba, és ez az új világ, ez tulajdonképpen egy ilyen képzeletbeli, sci-fi jellegű világ, kicsit mint a szárnyas fejvadász vizualitása, és ebbe tanul meg élni. A nézőpontok között fontos az agresszor nézőpontja. Elég sok olyan könyv van, aminek a középpontjában a diktátor áll. A háborút kiváltó katonák állnak. Vonatkozásban már klasszikusnak számít David McKee-nek az a könyv, ami arról a tábornokról szól, aki a világ minden országát meghódítja, már csak egy picike ország maradt, amit még nem hódított meg, és ez az ország tártkarokkal fogadja és kedvesen a katonákat, ami teljesen zavarba ejti őket, és tulajdonképpen hatástalanítja az ő agressziójukat. A rajzok stílusa hasonlóképpen meseszerű, mint maga az elbeszélés. Beszéltünk már erről a könyvről, aminek szintén a témája az, hogy mi az az indulat, az a felnőtt hatalmi vágy, ami kiváltja ezeket a konfliktusokat. És ugye itt elvonatkoztatva egy tigris áll a középpontba, aki felveszi a harcot az erdő összes állatával, és a hatalma alá gyűri őket, és nagyon szép a mese vége, az utolsó képet jobbra bent, lent látják, azt mondja, hogy ez a tigris mindent megszerzett, mindennek ő lett a hatalmasa, de végül teljesen egyedül maradt.
És az a könyv, amiről többször lesz, szó lesz még az előadás folyamán is, amiről úgy gondolom, hogy a műfaj egyik legklasszikusabb, legcsodálatosabb alkotása, egy portugál szerzőpár, Lager címen sok nyelven megjelent képes könyve. Ez a történet is a tábornok nézőpontjából meséli el a háborút. A tábornokéból, aki egy szál egy maga tervezi fondorlatos ármányait a békés világ ellen. A tábornok nézőpontja érvényesül ebben a könyvben, ahol a szenvedőknek nincs arca, csak GPS mozgatható tömegek, akik hadrendbe állíthatóak a hadi célok érdekében. És ide kapcsolódik az a könyv, ami megint csak a Csimota jó voltából magyarul is megjelent, az Ellenség címen, David Kali és Serge Bloch klasszikus, fantasztikus kötete, ami egészen különösen nézőpontot vesz föl, amikor a katonák, a lövészárokban időző katonák gondolkodását állítja a középpontba. Ez a könyv arról szól, hogy hogyan lehet őket manipulálni érzelmileg, hogyan manipulálják őket a tábornokok, és hogyan lehet kiszabadulni ezzel, ebből a manipulációból azzal, hogy arcot kap az ellenség, és nem egy arctalan fenevadként jelenik meg. Külön érdekes ennél a kötetnél, hogy Serge Bloch rajzstílusa jellemzően ilyen nagyon minimalista, absztrahált, és ebben az esetben is a történetnek a realisztikus erejét elveszi, és kicsit elemeli a mindennapoktól ez a nagyon lényegre törő rajzstílus. E vonatkozásban hadd említsek meg egy könyvet, ami egy pár napja jelent meg. És én azt gondolom, hogy végre egy olyan könyv, ami talán a nemzetközi piacra is számot tarthat. Turi Lilla, fiatal grafikus művész, képeskönyvéről van szó, amit nem fognak meglepődni, a Csimota adott ki. A trójai falu szemszögéből meséli el a trójai történetet. Abból indul ki, hogy a falu rendkívül boldog, hogy ő békét hozhat ebbe az idegen országba. És igencsak meglepődik, hogy áldásos tevékenységeinek az eredménye nem béke, hanem háború. Az, hogy Trója lángba borul. Végül, ahogy említettem, ezen könyvek között nagyon fontosak azok, amik egyfajta egyetemes perspektívából tárgyalják a háborút. Ezek közül is kiemelendő az a kép eposz, nem tudom másképp nevezni, Alessandro Sanna könyve, ami egy mintegy 200 oldalas képes album, egyáltalán nincs benne szöveg, és ami egyetlen egy elinduló kavics történetéből bontja ki a háború újra és újra visszatérő jelenségét az emberiség történetében. Nem kronológikusan és nem dokumentarista módon, csodálatos rajzi eszközökkel. Na ez az a könyv, amire azt mondtam, hogy ez nem feltétlenül csak gyerekkönyv, úgy gondolom, hogy minden képek iránt érzékeny felnőtt számára is érdekes lehet, bocsánat. Ez is a Sanna kötetben van. És az egyetemes nézőpont másik kulcsműve, ami jóval az ukrán háború előtt jelent meg 2015-ben. Egy olyan különleges könyvműhelyben, ami Lembergben jött létre a 2000-es évek elején, és két grafikus művész kooperációjának eredménye ez a kötet, ami mostanra bejárta a világot, nagyon sok nyelvre fordították. A kötet Rondóról szól, arról a kerek világról, ugye a kerekség itt a teljességet és a boldogságot jelképezi, amit megtámad a háború. Itt látjuk Rondót a maga teljességében, reneszánsz épületekkel van díszítve, például az egyik a Firenzei Battistéróra hasonlít, és virágos kertek vannak benne, és parkok vannak benne. Mindazon érték, ami a békét jelképezi. A könyv főhősei, akikre már korábban is utaltam, ez a fénylény, a lufi kutya és a papírrepülőből hajtogatott madár, mindhárom nagyon sérülékeny lény, ennek szerepe lesz később. És ők táplálják ezt a virágos kertet, ami a szívét adja Rondónak. Ide csap be a háború, a maga kiméletlen sötétségével és feketeségével.
Menekülnek hőseink, egyébként mindhárman megsérülnek, és a háború busztítása kigyújtja Rondó világosságát. Ezt a három képet azért raktam egymás mellé, mert ebben a könyvben nagyon szépen megjelenik az a gondolati fonal, ami elsősorban arról a változásról akar beszélni, amit a háborúk a mindenkori közösségek számára okoznak. Látjuk Rondót a maga békés teljességében, a szétrombolt, szétlőtt, romokká vált birodalmat, és végül azt a helyet, amit újjáépítenek a hősök, de úgy, hogy a sebek megmaradnak, és ezeket a sebeket pipacsok jelképezik. Hogyan győzik le az ellenséget? Fénnyel. Ez egyébként egy nagyon szép vizuális szimbólum. A fénylény szeret biciklizni, és rájön, hogy a bicikli lámpája elveszi a sötét hatalmak erejét, és rábírja a társait, hogy valamennyien építsenek bicikliket, pattanjanak föl rá, és a fénnyel harcoljanak a sötétség ellen. Itt nagyon ide kívánkoztak volna művészettörténeti szimbólumok, mindenki a fejében ezt rendezze össze, de nem akartam őket ide erőltetni. Metaforák, vizuális metaforák, hiszen ennek a műfajnak ez a legerősebb része. Hogy tudsz-e úgy színekkel, jelképekkel, szimbólumokkal bánni, hogy ezeknek az eseményeknek a mélységét és általános érvényét kifejezd. Gyakori a sötét színek használata. Az a kanadai könyv, amire utaltam is az előbb, ami egy felnőtt álmaként meséli el a háborút, viszont kifejezetten fekete-fehér, és a fekete-fehér rajzstílusnak egyrészt van egy logikus magyarázata is. Itt a képen látják is, hogy balra fönn a tájban látható az édesapa, aki éppen lefényképezi azt a kislányt, aki visszaemlékezik, és balra lent azt a fényképet látjuk, ami az emlékezést beindítja. Tehát a fekete-fehér rajzstílus választása egyrészt nagyon erősen kötődik magához a médiumhoz, az emlékezés médiumához, a fényképhez. És a fénykép mondjuk 30-as, 40-es évekbeli stílusához. Egyébként ez a rajzstílus a 30-as, 40-es évek gyermekkönyvei is föllelhető. Továbbá itt hagyj jegyezzem meg, hogy technikailag egy picit emlékeztet az akvatintára, arra a mélynyomó grafikai eszközre, amivel Goya dolgozott a Háború borzalmai című grafikai sorozatán. Számomra ezt is felidézi. Ebben a könyvben, amikor színek jelennek meg, azok nagyon erősen, tudatosan irányított és jelentéssel föl ruházott színek. A fekete-fehér háborús világban egyszer csak föltűnik az ég képe egy madárral, itt jelenik meg először a kékség. És aztán történet a történetben a kislány visszaemlékezik egy epizódra, ami a nagybátyjához kapcsolódik. A nagybácsi bohócnak öltözve bejutott a helyi fegyvergyárba, és látják az egyetlen szín a képen, a bohóc orr. És habár a katonák próbálták elérni, gyorsan magasra kúszott a legmagasabb kéményen, és a kéménybe bedobta a bohóc orrát, amiben robbanószer volt, és vele együtt az egész gyár fölrobbant. Látják, hogy a piros és a kék milyen erős jelentéssel felruházva jelenik meg, ugyanúgy, mint a robbanás vöröse, és utána újra visszatérünk a fekete-fehérhez, majd a könyv legvégén gurul be egy labda már a felnőtt nő szobájába, ami piros labda, és ami emlékezteti ezekre az eseményekre. A színválasztáshoz még egy megjegyzés. A korábban már látott La Guerra végig sár színekben van tartva, sárgás földszínek, sárgás-barnás földszínekben, ami látni fogjuk majd, hogy a szimbolikájához is nagyon erősen kötődik. Issa Watanabe menekült könyve végig sötétségben van mártva. Ezek a lények a vaksötétben tapogatózva és kóborolva keresik a hazautat és a menekülés útját. A gyereklők szereplős könyvekben is nagyon gyakori a visszafogott sötét színek használata, mint például ebben, ahol a háborús városban élő gyerekek történetét meséli ez a könyv, és egy papírsárkány a fő metaforája, mert a gyerek a papírsárkányra úgy tekint, mint aminek sikerül kiszabadulnia ebből a bezártságból.
Illetve a másik olyan könyv, amiben a színeknek van külön nagyon erős szerep, és a színek fejezik ki a reménytelenséget és a reményt, az a Vanishing Colors, egy, ha emlékszem, norvég könyv, ahol ezeken a képeken jelenik meg a háború reménytelensége, és a kislány visszaemlékszik azokra az időkre, amikor még vele volt az édesapja, és ezek a képek színt kapnak. A kislány piros ruhában tűnik föl szisztematikusan az összes képen. Egy elemzés szerint ez némiképp szándékos utalás Spielberg filmjére. És a kötet végén az emlékezés az, ami reményt ad, és egy szivárvány jelzi, tehát megint csak a szín azt, hogy van kiút ebből a reménytelenségből. Ez a szír menekült könyv azért érdekes, mert végig fekete-fehér grafikákkal mutatja be a menekültek történetét. Színt csak a főhőseink kapnak, két kisgyerek, ők azok, akik színesek, és ezzel is sikerül egy szubjektív nézőpontot belevinni a könyvbe. Tulajdonképpen a gyerek folyamatosan megtalálja azokat a gyerek szereplőket, akikkel ő azonosulni tud. Ez a kötet egyébként aranyalmát kapott a pozsonyi legutóbbi illusztrációs biennálén. Nagyon izgalmas a színhasználata a már látott erdélyi tigris történetnek, ahol meglepő módon nagyon intenzív, komplementer, vörös-zöld színeket használ a grafikus, és ezzel erősíti föl az egész erdőt letaroló tigris agresszív érzelmi indulatait. Metaforák. Nagyon gyakori a virágok használata, ami a reményt és a békét sugározza. Ennek egy nagyon szép, klasszikus példája Michael Forman könyve, ami 1961-ben jelent meg először, és azóta számtalanszor, és nagyon helyes a története. Ez megint a tábornokot állítja a középpontba. A gonosz tábornok léptetett sötét lován, és megbotlott a ló, és ő leesett. És pont egy virágos rét közepébe esett, és olyan fantasztikusan elbűvölték a virágok, hogy ettől kezdve nem akart már többet háborúzni. Na hát ez a hippi nézőpont a 60-as évekből, és láthatólag a grafikailag is erősen érvényesülnek a képeken a virágok. Ugyanennek a szerzőnek egy jóval későbbi másik könyvében is metaforikus jelentést kap a növény, egy háborúzónában élő kisfiú története, aki kiskertet telepít a falak tövébe, és ez a kiskert sarjad ki, és nyújt reményt. Ez elég gyakori eszköz. Egyébként ezekben a könyvekben itt is egy ilyen példát láthatunk. És hadd utaljak vissza Rondó történetére, ahol a teljességet a növénykert jelentette, és a pompázó virágok, és ahogy növekszik a háború fenyegetése, azt vizuálisan úgy jeleníti meg a könyv, hogy színüket vesztik a virágok, és a háború agressziója fekete virágokkal támad. Ebben a könyvben jelenik meg a pipacs, mint vizuális metafora, a háborús sebek jelképeként, amelyek kitörölhetetlenül ott vannak, de a jelenlétükből virágok sarjadnak. Elég gyakori motivum a ilyen típusú könyvekben, hogy a biztonságot, az anya ölelése, az érzelmi biztonságot a kaotikus világban az anya ölelés vizualizálja. Hadd mutassak erre néhány példát. Csodálatos menekült történet, Francesca Sanna sztoria, nagyon dekoratív, stilizált eszközökkel, itt az erdőben bujkál az anya gyermekével, és látjuk, hogy kétszer egymás után ismétlődik az ölelő anyai testnek a jelenléte, de visszatérő motivum egyébként az anyai vigasz, ami nyilván ezeknek a könyveknek az érzelmi feldolgozását is segíti. Hogyan jelenik meg a háború? Hogyan lehet vizualizálni a háború pusztító erejét? Az előbb látott Francesca Sanna könyvben testetlen, fekete, hatalmas ányként jelenik meg, nem csak az előbb látott képen, hanem ezeken is. Mint egy arctalan, fenyegető szörny leselkedik a családokra. Nagyon szép
ugyanennek a motivumnak a felvezetése Chantin könyvében. Nagyon izgalmas egyébként, hogy ott nincs kimondva, hogy miért menekül a főhős, csak ezt a városképet látjuk, amiben megnevezhetetlen, pikkelyes lények uralkodnak, és szövik be a várost egy ilyen fenyegető erőként. Szintén arctalan feketeség a háború Rondó történetében, arctalan és hatalmas feketeség. És nagyon érdekes Alessandro Sandra könyv eposzának a megközelítése, ahol egy ilyen ismeretlen és irányíthatatlan túlvilági kéz mozgatja a háborúzó feleket. Ugye mindegyik vizuális metafora arról szól, hogy nincs befolyásunk rá, és hogy kiszolgáltatottak vagyunk ezeknek az erőknek. Az egyik számomra legszebb metafora sor, ami ilyen típusú könyvben fölépült, a La Guerra. Bal oldalon fönt látják az első képet, amivel indul a könyv. Négy tájképpel indul a könyv. Semmi egyebet nem látunk, mint hogy csúszómászok és kígyók közelítenek. És ez a vészjósló megjelenése ezeknek a undorító és fenyegető lényeknek vezeti föl a diktátor fellépését. A pókok, csúszómászok, kígyók, ragadozók, az állatok jelképezik ezt a fenyegetést. És utolsó előtti témaként még hadd idézzem ide azt, hogy nagyon izgalmas ezekben a könyvekben a tájak, a lerombolt táj megjelenítése. Egyáltalán a táj, mint a háborús pusztítás kifejezője. Itt látjuk a szétlőtt Rondót, a Vanishing Colors című könyvben több nagyon erős, a szürrealizmus tájképi hagyományához is kapcsolódó vedutát, vagy tájlátképet látunk a lerombolt háborús tájról, és a már idézett papírsárkányos könyvben is így jelenik meg. Így jelennek meg a lerombolt városok. Ugye ez olyan élmény, ami még annak a gyereknek is megragadható, aki be van zárva, vagy egy légópincében tölti az ideje nagy részét a tájlátvány. És Alessandro Sanna könyv eposzában is nagyon erősek azok a félig meddig dokumentatív képek, amik a lerombolt városokat ábrázolják. Rebecca Cobb magyarul is megjelent könyvében így jelennek meg a kiégett utcák, és ez pedig az égő Trója, Turilla új könyvében. A La Guerra ebben a négy képben vezeti föl a szétbombázott városokat, itt nagyon erős a narratívája, a közeledő repülők, a szürke város, a hullóbombák és felülnézetben a bombázott városok. És talán az egyik legerősebb vizuális eszköze a kanadai Mario Bassard és Gérald Dubois könyvének a táj. Tehát ott például semmi különösebb szörnyűséget nem mutat, csak a lerombolt háborús tájakon keresztül fejezi ki ezt az otthontalanságot. Ebből mutatok két példát. És végül az utolsó kérdés, hogy hogyan lehet az áldozatokról beszélni. Hogyan lehet őket megjeleníteni. Lehet ilyen viccesen, ahogy azt David McKee teszi a halott katonákkal. És lehet ilyen elvontan, ahogy Alessandro Sandra ábrázolja az áldozatokat. Vagy még elvontabban, ahogy a La Guerra egyik dupla oldalán látjuk. Az általam ismert könyvekben szinte egyedülálló az, hogy az ukrán könyvben megjelennek a sebesülések is, a sebek, amikről nem szoktunk beszélni gyerekkönyvekben. Mindhárom főhős megsebesül ugyanis, hiszen mindhárman nagyon érzékenyek, sérülékenyek. A fénylény a szívén, a lufi kutya belelép egy tövisbe, és a papírrepülőként hajtogatott sast átjuggatják a lövések. És végül engedjék meg, hogy egy könyvet pár percben a maga teljességében bemutassak. Egy olyan könyvet, ami azt gondolom, hogy a műfaj egyik
nagyon szépen végiggondolt klasszikusa, a pár éve Mulázóban indított Silent Book Contest, tehát a képkönyvek, a szöveg nélküli képes könyvek egyik nyertese. Angelo Ruta művéről van szó, amiben egy bőrönd képével indul a történet, végig fekete-fehérben tartva, nagyon minimalista rajzi eszközökkel, kinyílik a bőrönd fedele, és kimászik belőle egy kisfiú. A kisfiú szembesül a lerombolt városokkal, lakással és házakkal, és elindul egy végtelen vándorútra. Egyedül van végig a könyvben, nincs mellette felnőtt, se katona, se szülő. És jelképesen szinte bejárja a várost, a világot, sivatagokat, mezőket, kitéve az időjárás viszontagságainak, és elcsigázva megáll, kinyitja a bőröndjét, belenéz, és ott vannak az emlékei. A valamikor volt teljes családi békességről. És ezt látva fogja, és visszamászik a börtönbe. Visszamászik a bőröndbe, és a bőröndbe csukódik. Ez a történet, ez nagyon pontosan elmeséli azt a szemszöget, ahogy a gyerekek megélik azokat a háborúkat, amiket mi csinálunk fölöttük. Köszönöm szépen a figyelmet, kérdésekre szívesen válaszolok.